Szép jó estét kívánok mindenkinek, üdvözlöm a Programinfo hallgatóit, nézőit. Az adventi időszak utolsó Mesél a Kávéház című műsorából jelentkezünk. Kicsit rendhagyó módon, mert most éppenséggel egy teljesen más környezetben találkozok egy nagyon-nagyon kedves emberrel. Felföldi László, a Magyarok Nagyasszonya Társ Székesegyház plébánosa. Egy nagyon kedves ember, nagyon sok helyről ismerhetik, annyira egyháziak. Én megmondom őszintén, hogy veled először a Szent Imre gimnáziumban találkoztam, illetve imádom a sokadjára, és azért ültünk vissza, hogy egy kicsit beszéljünk az advent időszakáról, az advent fontosságáról, nem úgy, mint, egy kicsit úgy is, mint plébános, de mint magánember. Azt szeretném tőled megkérdezni, hogy mi vitt rá arra téged, hogy végül is ezt a szép hivatást választ? Volt-e valami szerep ennek a karácsonynak, vagy egyszerűen csak a múlt, vagy hogyan alakult az életedben, hogy ezt te választottad magadnak, mint küldetés? Hát talán egy ember életében a legnagyobb titok az, hogy megtalálja a helyét a mindennapokban. És én is, mint egy geszterédi falusi fiú, kerestem, gondoltam, hogy mi lesz, hogyan lesz a sorsom. Sok-sok álmom volt természetesen, mint ahogy azt gondolom minden embernek. És aztán a hosszú, bonyodalmas út, amiről azt gondolom most én nem tudok mindent elmondani, de a lényege az, hogy valahol az Isten kérdés, a hit rendezése az életemben meghozta azt a ajándék gyümölcsöt, hogy aztán elindultam a hivatásnak az útján. Hihetetlen sok isteni jelet, üzenetet, segítséget kaptam a szemináriumba való bejutásig, az ott létem alatt, és azóta is természetesen. Tehát én meggyőződéssel élem azt, hogy ez az én sorsomban az Istennek az akarata, és egy óriási ajándék, amikor valaki megtalálja az életében az Isten akaratát, azaz megtalálja a helyét a bonyodalmas és félelmetes fogaskerekek rágása között, mert abban a pillanatban, amikor a helyén van, akkor szabadon és simán megy minden. És akkor így vagyok itt most. Aha. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert nagyon sokan azt mondják, hogy az út megtalálása, illetve az út keresése az egy élethosszig tartó folyamat. De hát akkor ilyen szempontból mondhatjuk azt, hogy te egy teljesen szerencsés ember vagy azzal kapcsolatban, hogy jó helyen vagy, jó időben, jól érzed itt magad. És hát a múltkor, amikor itt összefutottunk a sétáló utcában, és megbeszéltük, hogy én eljövök hozzád, akkor azt mondtad, hogy hogy is fogalmaz, egy nagyon érdekes fordulattal éltél, hogy innen téged csak két módon, de két módon fogsz innen távozni. Nagyon viccesen azt mondtad, hogy az egyik az az, hogy ha jó Isten magához szólít. Vagy a kerekesszék. Vagy a kerekesszék. Ez számomra jelezett valami nagyon-nagyon mély elhivatottságot és egy nagyon-nagyon mély érzést, hogy végül is te Nyíregyházát tekinted úgymond alapvető bázisodnak, és innen szeretnél mindent megvalósítani az életedben. Igen. A minden, az van egy hivatásom, a papi hivatás, itt van egy közösség, amelyiknek részese szolgálója lettem, és azt gondolom, hogy mindazt a tudást, tapasztalatot, amit az évek során én kaptam, azt most itt át kell adnom. Olyan, mint hogy a gyümölcsfa azon dolgozik, hogy megteremje a gyümölcsöt és átadja. Ez az életének a célja, az értelme, az öröme, és én is ebben látom, addig, amíg termőképes vagyok. Erre mondtam azt, hogy amikor majd már úgy látom, mondom a fiatal kollégáknak mindig, hogy amikor látjátok, hogy baj van velem, szóljatok, vigyetek el innen, tüntessetek el, mert hát akkor át kell adni a helyet. De hát most úgy fogalmaztad ezt meg, hogy fiatal kollégáknak, minthogyha
Már ne haragudj, hogy ezt mondom, hogy te aggastyán lennél. Én úgy látom, hogy te még egy igen ilyen fiatalos és igen dinamikusan hajtó ember vagy, és hát ugye ezt valóban csak úgy lehet csinálni valamit. Én is azt vallom, azt a hivatást, hogy vagy csinálok valamit 100%-osan és teljes energiával, vagy akkor tényleg vigyenek el onnan engem. Én azt szoktam mondani, hogy lőjetek le. Tehát ez is egy... Ez is egy megoldás. Igen. Amikor az ember kisgyermekként, ugye tudjuk nagyon jól, hogy kisgyermekként mindig azt mondják az embereknek, vagy a gyerekeknek, hogy a Jézuska hozza az ajándékot. Ti hogyan ünnepeltétek odahaza a karácsony Geszteréden? Én egy nagyon csodálatos, gyönyörű, és még sorolhatnám a szép jelzőket, falusi körülmények között születtem, éltem, növekedtem gyermekként. Mint egy nagy család úgy éltünk. Tehát nem volt természetesen gyönyörű szép családunk, de az egész falu közösség egy nagy családként élt, és ez különösképpen megjelent az ünnepekben. Karácsonykor, húsvétkor, amikor egymás otthonait meglátogattuk, találkoztunk, hívtuk ezt betlehemezésnek, kántálásnak, húsvétkor locsolkodásnak. A lényege a találkozás volt. Mert emberi, közösségi kapcsolatban voltunk, és szabad volt, akartunk találkozni. És ebben a természetes, közvetlen környezetben növekedett az én hitem, alakult a közösségi életem, és formálódott a sorsom. Ez azt is jelenti, hogy annyira szoros volt ez a közösség, mert ugye tudjuk, hogy egy közösségnek vidéken a mozgató erője, az ereje, az gyakorlatilag egy meghatározó személy. Ez nálatok, ha jól értettem ki szavaidból, azért a szülőkön túl ez az egyházi közösség, a katolikus egyházi szerepet játszott. Mert ugye ilyen kis faluban, kisebb városkában vagy faluban általában az emberek közösségformáló ereje az egyház. Nálatok is így volt ez, vagy ez teljesen másképpen alakultatta? Megmondom őszintén, ezen még nem gondolkoztam, de azt gondolom, hogy nem lehet szétválasztani, hogy a falu közössége építette az egyházközséget, vagy az egyházközség építette a falu közösségét, mert ez a kettő ugyanaz volt. Teljesen egységben. Tehát a világ legtermészetesebb dolga volt az, hogy ünnepnap templomba megyünk, és hogy a templom a falut szolgálja, és a falu pedig onnan erőt merít és gazdagodik. Tehát nem két egység volt ez, hanem egy önmagában lévő teljes egység. És ez volt szerintem a legszebb benne, ami egy töretlen világ volt. Itt azért most már nyugodtan elmondható, hogy bármilyen rendszer volt Geszteréden az iskolában, iskolai hittan volt. És ez nem csak a plébános érdeme, hanem a falu érdeme, az iskolai igazgató érdeme, a pártitkár érdeme, ebben mindenki részes volt, hogy ez így mehetett. Na tehát egy ilyen gyönyörű út az, ami mögöttem van, és utána aztán természetesen a mindennapi élet jött. És kisgyermekként, te ugye sokszor mondják azt a, általában mindenkitől megkérdezem, így tőled is, hogy te milyen gyerek voltál? Tehát, hogy kicsit izgága, vagy hogy is szokták ezt mondani, hogy kisfiam, ha rossz leszel, akkor nem kapsz ajándékot, nem hoz neked a Jézuska, ne legyél komisz, mert akkor a télapó sem hoz neked ajándékot. Vagy te milyen gyerek voltál? Tehát, hogy ilyen inkább ellenem, vagy akkor is ilyen nagyon konzervatív és nagyon letisztult, mint most látlak itt magam előtt. Milyen voltál? Volt komisság? Hát először is én abszolút nem vagyok konzervatív és letisztult. Én nagyon is úgy gondolom sokszor az egyházban is a helyemet, inkább a szélsőség felé húzok egy picit. Szeretem feszgetni a határokat. Uh-huh. De ez normális, ez kell. Gyerekként is
Szerintem egy egészséges vagány gyerek voltam, tehát jó mindennek minden jó dolgával. Ami nagyon meghatározó volt a gyermekkor világában, a fiatalkor világában otthon, azért az a munka. Uh-huh. Tehát mi azért kicsi gyerekkortól kezdve nagyon aktívan részesei voltunk a család közös munkájának, és ebben nagyon komolyan részt kellett venni, és én azért nagyon-nagyon hálás vagyok. Nagyon boldog vagyok, mert megtanultam dolgozni. Az, aki 18 éves koráig nem tanul meg dolgozni, azt jelenti, hogy szenvedni, küzdeni a mindennapokban, annak nagyon keserű sorsa lesz. Utána nehéz megtanulni. Tehát például így én a gyerekkornak a hozományaként ezt tenném első helyre, természetesen, de ez egy közösségben, mert mindjárt így éltünk. Ez nem az én egyetlenségem, hanem minden fiú úgy élt. Mi útközben a szekkéren ülve találkoztunk, integettünk egymásnak, köszöntünk. Ő is dolgozott, én is dolgoztam, és ugyanazt az igát húztuk. Hétvégén meg természetesen találkoztunk. Jó, hogy mondd ezt a hétvégi találkozást. Ez gondolom, feltételezem, hogy ez olyan volt, hogy elmentetek valahol a közösségi házba, vagy éppenséggel a templomba, hittalra, vagy bárhova máshova, mint most manapság a fiatalok diszkóban járnak, csak ti máshol találtátok meg egymás között a kapcsolatot, a szociális teret. A falusi életnek volt egy nagyon egészséges és nagyon normális, és mai nap azt mondanám, semmivel nem pótolható ritmusa. Ez az, hogy egész héten dolgoztunk, és hétvége az pihenő volt. Hétvégén ott mentünk természetesen templomba, de barátokkal találkoztunk, vagy gyönyörű parkja volt Geszterédnek, de leülhettünk a presszóba is, abban az idő még gyönyörű fagyis süteményes presszó is volt Geszteréden, ma már sajnos az sincs meg, de hogy egyszerűen, hogy egymásnál leültünk együtt valamelyikünk otthonában, és ott találkoztunk, beszélgettünk. Itt a közösségen van a hangsúly. Nem a buli volt az első. Én is ezt próbáltam kidombolítani, hogy más volt. Az emberi találkozás volt az első, és az nagyon szép volt. Ha már így mondod az emberi találkozásokat, és így említetted, hogy a falunak saját ritmusa volt, ti hogyan készültetek az advent időszakára? Mert ugye ez egy fontos, a karácsony az advent időszakban, ez fontos, hogy az embernek valahogy felkészítse saját magát. Ugye most látjuk a rohanó világban, hogy mindenki rohan, ajándékot vásárol, és egymást ölik azért, hogy minél jobb, bocsánat, azt mondom, de cuccokat szerezzenek. Ti hogy készültetek fel a karácsonyra? Milyen volt a falunak, vagy a közösségnek a hangulata karácsony előtt ebben az adventi szép időszakban? Két nagyon-nagyon nagy érték volt. Az egyik, a természettel együtt élő ember karácsonyra a természettel együtt elcsendesedett. Lelassult, megjött a tél, eleve kisebb munkák voltak, kevesebb mozgástér volt, és szépen elcsöndesedett a világ, az élet, ami lehetőséget ad arra, hogy bent legyünk, együtt legyünk, estézzünk, beszélgessünk, találkozzunk. És a másik, nem voltak ajándékok. Szimbolikus volt az ajándék, mert volt az igazi ajándék, mert tudtuk, éltük, hogy a szülők egymásnak, a gyermekek a szülőnek ajándékok vagyunk. Hisz az ember az igazi ajándék. Az Isten teremtette ember. Ha nem az ember az ajándék, akkor minden más ajándék üres, és nem ér semmit. Most nagyon sokszor azt látom sajnos, hogy a valódi, egyetlen igazi ajándékot, apát, anyát, szülőt, hitvest próbálunk fizikai dolgokkal pótolni, megmutatni, hogy van, létezik, szeret, de ha van, létezik és szeret, akkor nem szorul rá, hogy ajándékkal pótolja, hanem önmagában van. Gyerekkorunkban vártuk, mérhetetlenül vártuk a karácsonyt,
de nem volt benne, hogy mit fogok kapni. Hanem az volt benne, hogy ünnepeljük azt, hogy vagyunk. Hogy otthon vagyunk, hogy együtt vagyunk, hogy örülünk egymásnak, hogy meglátogatjuk egymást, és ez a legfontosabb ajándék az életben. És így tanultuk meg, tanultam meg én is, hogy én ajándékká kell, hogy váljak. Ennek az életnek, ennek a világnak, itt most Nyíregyházának. Hogy ahány évet én kaptam itt, akkor azt éljék meg az itteni családok, a közösségek, Nyíregyháza, hogy igen, ajándék volt. Jó, hogy itt volt és velünk volt. Hát ezután a gondolatmenet után én nagyon nehezen tudok megszólalni, mert megmondom őszintén, hogy valahogy nálunk is ugyanez volt amit mi képviseltünk a mi családunk. Igaz, megvoltak a földi ajándékok, de valahogy mindig azt éreztem, mert édesapám elég sokat dolgozott, akkor dolgozik még mai napig is aktívan, ugye most nem nyugdíjas, és valahogy úgy éltünk, hogy akkor mindenki otthon volt. És azt éreztük, hogy igenis akkor van másikra idő. És hát nálunk is most az a hagyomány a családban, hogy azért nekem két keresztgyerekem van a húgom révén, ikrek, és nálunk az a hagyomány, hogy ilyenkor csak ők valami jelképeset, és mi meg ott együtt, és örülünk, hogy együtt lehetünk egy asztalnál, és beszélgetünk. És sok mindenről beszélgetünk, sok mindenről szó esik. És ez valahogy ezt hiányolom. És megmondom azt is, hogy én az advent időszakát azért is kérdeztem, hogy mi volt, és hogyan ünnepeltétek az advent időszakot, mert én azt láttam, hogy most már inkább egy kicsit ilyen só elemmé vált az advent. És a megváltónak a várása, a karácsonynak az eljövetele. Ma épp említetted, hogy itt a kollégáiddal, az egyház közösséggel, illetve azt, hogy mennyi időt kaptál itt a Földön, ezt szeretnéd tartalmasan kihasználni, illetve legtöbbet adni magadból, hogy egy ember mennyit tud adni a közösségnek. Hogy éled meg itt a karácsonyt, itt Nyíregyházán? Hogy készültök itt házon belül, bocsánat, hogy ezt mondom, de házon belül egymás között hogy élitek meg a karácsonyt? Mert ugye ez annyira nem publikus kifelé. Azt látjuk, hogy a Szent Mise alatt bejön, már bocsánat, hogy azt mondom, de bejön az ember, feláll, elmondja az igét, kihirdeti, beszél a karácsony szentségéről, a megváltóról, Jézus Krisztusról, és utána ő elvonul. És megmondom, gyerekként engem az érdekelt, hogy az a bácsi, aki 98, és az a bácsi, aki ott van fent, és olyan szépeket mond a Jóistenről, meg az ő egyszülött fiáról, hogy ünneplik ők a karácsonyt. Mit csinálnak bent abban a szép házban? Ott, hogy sokan vannak, ugye jártam, itt voltam egyébként első áldozó, bérmálkozó, itt kereszteltek, hogy mit csinál a bácsi bent? Természetesen a karácsony, nekem is karácsony. Az egyik a szolgálat. Tehát ezt el kell fogadni mindenkinek a maga élet helyzetében, sorsában, hogy az én életállapotom mit kíván tőlem. Tőlem azt kívánja, hogy amíg más ünnepel és hátradől, addig én 100%-osan fronton vagyok, és szolgálnom kell, jelen kell. Nem negatív, ez nem rossz, boldogan örömmel teszi az ember természetesen, de azért feladat és kihívás. És örülök annak, amikor sokan vannak, ott vannak, és látom, hogy van értelme az én szolgálatomnak, az én munkámnak. A kollégákkal együtt természetesen van közös úgynevezett szent időnk, amit mi együtt töltünk, amikor mi ünneplünk, és itt közösségben együtt vagyunk, próbáljuk összegyűjteni magunkat, hogy legyen ebben erő, legyen ebben találkozás. Aztán a másik, ami nagyon fontos az ünnepben, és nagyon fontos szerintem mindenkinek, hogy egy kicsit csöndbe magában is tudjon lenni. Hisz az ünnepnek belül is meg kell születni, hogy
picit elcsöndesedni. Nyilván erőgyűjtés is ez nekünk. És a harmadik, amióta én bementem a szemináriumba, ugye azóta az ünnepek nekem mindig szolgálatok, és a családtestvéreimmel, amíg éltek a szüleim, akkor a szülőkkel együtt, még mindig másnap, húsvét másnap, karácsony másnap, mert akkor véget ér a szolgálat, akkor tehát a családommal pedig karácsony másnapján találkozom. Ezt a gyerekek hamar megtanultak, a testvéreim gyerekei, és nekik mindig két karácsony volt, az egyik otthon a szülőkkel, és utána karácsony másnap, amikor a testvérek összejöttünk, és akkor megint ugyanolyan idézőjelben karácsonyt tartottunk, egyszerű kicsi ajándékokkal, üzenetekkel, közös étkezéssel, közös asztallal. Ezeket én nagyon-nagyon fontosnak tartom, és nagyon szeretem, és most is, idén is így lesz, karácsony másnap délután pedig a család, az én családom, a testvéreim és a oda tartozó gyerekekkel fogunk együtt ünnepelni. Hát ez egy nagyon szép történet, mert én megmondom őszintén, én mindig egy kicsit tudod, úgy éreztem, hogy az ember, hogyha bevonul és így szolgálatot teljesít, akkor hát ugye kisgyerekként az jött le, hogy a bácsi az fent ott nagyon-nagyon szigorú, és nem látszik az ember. Tehát kell egy kicsit szerintem így megmutatni az embert, és itt végül is az is vagyunk ott. Egyébként, hogyha így egymás között vagytok itt bent, ugye a szolgálat az 0-24 órás nálatok gyakorlatilag, többé-kevésbé lehet azt mondani. Itt egymásnak is ajándékoztok, vagy van valami jelképes kis meglepetés, vagy itt nem szokás az, hogy ilyen, ugye gondolj itt arra, hogy karácsonyi vacsora egymás között barátok, hát végül is itt testvérek vagytok egymás között bent. Ez így működik nálatok, vagy itt ez teljesen mindenkinek megvan a privát szférája itt a szolgálat alatt? Mind a kettő. Megvan a privát rész, tehát természetesen máshol szolgálunk, más időpontokban, hisz el kell látnunk nagy felületet. Több templomban vagyunk jelen egyszerre, de természetesen van a kis saját kis ünnepünk, a közös étkezés, a közös vacsora, a kicsi kis ajándékok, nem nagy dolgokra kell gondolni, de igenis adunk egymásnak valami kis szimbolikus ajándékot, hogy ünnepeljünk, hogy örüljünk, hogy az szép és jó legyen. Ezt is nagyon fontosnak tartom. Tetted a családot, és hogy a család, a testvéreid, gyerekeid, gondolom az ő gyerekeik is már egy-egy ünnepeltek, hogy ugye azt említetted, hogy megszokták, hogy te karácsony másnapján mész oda, látogatod meg őket, vagy ők látogatnak meg téged, és akkor ünneplitek a karácsonyt, és ajándékozzátok meg egymást. És felvetődik a kérdés, hogy egyébként milyen, gondolom én tapasztalatból tudom, hogy amikor szüleimnek kell pénzügyi tanácsadásra is foglalkozom, pénzügyi tanácsot adni, az mindig nehezebb. És amikor az embertől tanácsot kérnek, akkor nehezebb szívvel tud, vagy nem tudom, hogy te hogy vagy ezzel, hogy te könnyebb szívvel tudsz tanácsot adni nekik, vagy egy picit nehezebb, mint hogyha akár az élet bármilyen területén fordulnak hozzád a tanácsadás kapcsán? Nem, azért nem gondolkoztam még, hogy nehezebb vagy könnyebb. Ha tanácsot kell adnom, akkor adok tanácsot. Vagy ha a fiatalokon látom, hogy rászorulna az én szeretetemre, akkor én nem görcsölök azon, hogy elmondjam neki, hogy én hogy látom a kérdést, és azt mondom neked, hogy fiam, akkor most szeretném, ha egy kicsit így erre figyelnél. Nagyon, azt gondolom, természetes, közvetlen, jó ízű szeretet kapcsolatban vagyunk. És ha van egy ilyen alap, akkor minden természetes és könnyű. Akkor nem arról van szó, hogy hú, most akkor mi lesz. Ők is boldogan, úgy szeretem, mikor valamik fiatal, azt mondja, szeretnék veled leülni. Ebben benne van a szabadsága, az öröme, és benne van az a biztonsága, hogy ő ezt kérheti, megteheti.
Ez egy nagyon jó hír. Egyébként láttam itt a gyerekeket most, amikor bejöttünk itt a plébániára. Olyan aranyosak voltak itt, vártak, azt hiszem, hogy hitoktatásra vártak, és itt rajzolgattak a táblára, meg ott beszélgettek, írtak, hát nekem teljesen megdobbant a szívem, hogy ennyi gyerek érdeklődik, és jön, és látni akarja a Jóisten szeretetét ebben az időszakban is, és nem az, hogy most akkor kinn a téren valahol bolyongunk. Ha már karácsony, és ha már advent, akkor kézenfekvő a kérés és a felkérésem is, hogy én azt szeretném, hogy utolsó zárszóként szeretnélek megkérni arra, hogy karácsonyra üzenj valamit. Mi az az üzenet, amit átadnál a hallgatóknak, nézőknek? Én szeretném, hogyha egy picit most picit adnál abból a szeretetből, ami benned lakozik, és valami nagyon szépet, és nagyon jót, és hosszú életre egy útravalót adnál a hallgatóknak, nézőknek karácsony kapcsán. Hát szívem szerint két gondolatot szeretnék így elmondani. Az egyik az az ünnep. Az emberi méltóságnak és az ember méltóságának a legvalóságosabb mutatója, hogy tud, képes ünnepelni. Akár a családnak, akár az egyénnek ez rendkívül fontos. Magyarországon igazán sajnos csak egyetlen egy ünnep van, a Szenteste. Az ünnep csak akkor ünnep, ha szeretetről szól. Ez az egyetlen este, amikor elcsendesedik a világ, a város, a tömegközlekedés, minden, és minden azt sugallja, hogy tessék hazamenni. Mert ünnepelni igazán otthon lehet, a családom körében, a családdal együtt. De ehhez az kell, hogy megálljunk, hogy hazataláljunk, hogy oda lépjünk. És nagyon-nagyon fontos, hogy ebben így egy szép ünnepet rendezünk. Ilyenkor sokkal érzékenyebb mindenki, családtagok is, gyermekek, felnőttek, és nagyon-nagyon vigyázni kell a békére, a szeretetre. És hogy a közös asztalnál ott tényleg ott üljünk, jó ízűen, fogyasztva az ételeket, és jó ízűen szeretve egymást. Mert a kettő csak így ad igazi bensőséges ünnepet. A másik, főleg a gyerekek, de felnőttek is, ilyenkor az Ajándék című fejezet, ami foglalkoztat bennünket, és ott van a sorsunkban, és hogy ne felejtsük el, hogy az igazi ajándék az a másik, és én vagyok. És ezt az ajándékot meg kell becsülnöm, szeretnem kell, és igazi ajándékká, éltető, segítő ajándékká kell válnunk. És ebben segít a karácsony üzenete, Isten önmagával ajándékozta meg a világot. Az Isten emberré lett. És azért, hogy megmutassa, hogy az embernek is ez a legfantasztikusabb, legcsodálatosabb útja, ha önmagával képes megajándékozni embertársait, szeretteit, a családokat. És akkor hiszem, hogy ezek az ünnepek visszaadják azt a biztonságot, azt a békét, amire mindnyájan vágyunk, és akkor a sok-sok szép szívű embertől, ajándékozó élettől szebb lesz a családok, közösségek, Nyíregyháza élete. Köszönöm szépen. Amen. Így legyen. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad ezt a felkérést. Nagyon örülök neki. Én úgy gondolom, hogy a jövőben is lesznek hasonló műsorok, és el fogunk hozzád jönni. És beszélgetünk majd még, mert erre nagyon szükség van. Köszönöm szépen. Én köszönöm. A kedves nézőknek ezúton szeretnénk békés, boldog, áldott karácsonyt kívánni. Viszontlátásra!